Böjte Csaba Ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója tartott szentmisét szerdán Egerben, a Szent Bernát templomban az ökumenikus imahéten. A ciszterci templom zsúfolásig megtelt hívekkel. Böjte atya prédikációjában a szeretet, a hit és az egymás felé fordulás fontosságáról beszélt. Azt gondolom, mindannyian vágyunk arra, hogy szeressenek, és mindannyian vágyunk arra, hogy mi magunk is szeretet. Beéljünk, szeressünk. Tehát, hogy valahogy hiszem az embert erre predesztinálta a sors, a teremtés, és erről szól a fő parancs is, hogy Uradat Istenet imád teljes szívedből, teljes erődből, és teljes lelkedből, és fele barátodat, mint önmagadat. És én azt látom, hogy és ezt olyan jó, nemrég beszéltem Bagdi Emőkével is, a szakma is azt mondja, hogy igen, az ember, mint a hal a vízbe, az ember a szeretetbe tud kibontakozni, nagyra nőni és boldog lenni. Ön több mint 6000 gyermekről gondoskodott, mert gondoskodik jelenleg is. Miért tartja ezt küldetésének, hogy segítsen az elárvult, sorsukra hagyott gyerekeken? Hát ugye én is úgy, mint bárki más, kipróbáltam legénykoromban ezt is, azt is. Aztán rájöttem, hogy a legjobb dolog ezen a földön tényleg jót tenni. Jónak lenni jó. És hát ugye az ember rosszat tesz, vagy na, simliskedik, akkor nem kap levegőt, szégyelli magát, rosszul érzi magát. Valami jót sikerül tennünk, akkor a csipcsirip lelkünk felszabadul, fényjel, örömmel megtelik. Én mindenkinek ezt ajánlom, hogy azt nézze, hogy megköszönik-e, hogy tapsolnak-e, hogy megéri-e. Ott, ahol van, tegyük a jót. Hát mit teszi boldoggá? Hát, amikor látom egy-egy gyerek, hogy elindul, szépen elkezd totyogni, motyogni, növekedni, kibontakozni, látom, hogy családot alapít, gyereket vállal. Tehát persze ez neki nagy-nagy élmények, örömök nekem, és hát elég gyakran hívnak hol esketni, hol keresztelni. Tehát, és például olyan év első napján olvasom az újságot, és hát egy kis Krisztián született Gyergyóba, és az év első gyermeke, és hát nézem a szülőket, mind a kettő nálunk nőtt fel. Tehát na, hogy mondjam, ez mindenképpen öröm és büszkeség nekem. Mivel foglalkozik mostanában, mi a legnagyobb feladat, amivel tölti a napjait? Hát úgy gondolom, hogy a gyerekvédelmet át kell szervezni, tehát ugye 90-es években az éhségtől, a hidegtől, elhagyatottságtól kellett megvédeni az utcán élő gyerekeket. Most inkább a lustaságtól, a butaságtól, hát a különféle bűnöktől, az önzéstől, az individualitás, tehát a egyéni életnek az elvesztése, hogy a mama hotelben könnyen a fiatal, hogy mondjam, nem jut el odáig, hogy önálló döntéseket hozzon, tehát, hogy ezektől kellene megvédjük a felnövekvő generációt. Nem először jár Egerben, szerintem már mondhatom, hogy többedik alkalommal fordul, mert meg itt nálunk. Hát én azt gondolom, egy ilyen jó, szép városban mindenki jól érzi magát. Biztos önök megszokták, de mi, akik messzibről jövünk, vagy főleg ugye Szorványból, Dél-Erdélyből, hát nekünk egy nagy élmény, ennyi magyar ember, tehát hogy én például karácsonykor Körösbányán miséztem összesen 3 hívőnek, tehát hogy egészen na, más világ az, de bíztatom az egerieket is, meg a környékbe élő testvéreinket is, hogy jöjjenek is. Látogassanak meg bennünket, kopogtassanak be az otthonainkba, vigyék el a gyerekeinket egy fagylaltra, kóstolják meg, hogy lám Székelyhídon vagy, hát a mi vidékeinken is milyen az ottani bor.